Sajtóhelyreigazítást kért a Kanizsa Médiaháztól Cseresnyés Péter. A politikus a kanizsaújság.hu-n február 1-én megjelenő, a Völner Schadl ügyről szóló cikkkel kapcsolatban kérte a változtatást, mert szerinte valótlanul közölte le szerkesztőségünk, hogy a CP monogram rá vagy Csizi Péterre vonatkozhat. Mint a Sztár Mihály, a Kanizsa Médiaház ügyvezetője elmondta, a kérésnek nem teszünk eleget, de amennyiben ezt Cseresnyés Péter elfogadja, az érintett cikk alatt megjelentetjük az országgyűlési képviselő által írt levelet. 2023. február 1-én jött ki a Telex cikke, amelyben a Völner Schadl ügy aktuális fejleményeiről írnak. A hírben több országgyűlési képviselő monogramja is megtalálható, köztük a CP is, amely utalhat Cseresnyés Péterre és Csizi Péterre. Az összeállítást néhány órával később Horváth Jácint, az Éve frakcióvezető helyettese is megosztotta, valamint az Egyesület sajtótájékoztatót is tartott az ügyben. A kanizsaújság.hu aznap tett közzé egy anyagot, amelyben forrás megjelöléssel hivatkozott a Telexen leírtakra, illetve arra, hogy felbukkalhatott a térség országgyűlési képviselőjének neve is a vallomásokban. A politikus február 3-án írt egy levelet szerkesztőségünknek címezve, amelyben valótlan állításokra hivatkozva helyreigazítást kért, amelynek elmulasztása esetén sajtó helyreigazítási pert kezdeményez. Megkaptuk Cseresnyés Péter levelét, most már írásban is úgy is, hogy a Médiaház szerkesztőségének címezve. Ez a múlt héten pénteken érkezett ide be, és tegnap válaszoltunk erre a levélre. Cseresnyés Péter azt kérte, hogy az általa leírt helyreigazítást azt tegyük közé abban a formában, ahogyan ő azt a levelében írta. Ezt én a tegnapi napon úgy küldtem vissza a levelet, tájékoztattam arról, hogy ennek a helyreigazítási kérelemnek mi nem adunk helyt, mondván, hogy az abban leírtakat mi azonnal tudjuk cáfolni. Így pedig megtehetjük ezt, amit teszünk. Sztár Mihály hozzátette. A válasz levelében felajánlotta, hogy a Cseresnyés Péter által kifogásolt cikk alatt megjelentetjük a képviselő levelét a kanizsaújság.hu-n, a poszt törlését azonban hivatalosan nem kezdeményezte. A képviselő február 5-én tett közzé egy Facebook bejegyzést, ami ennek ellentmond, hiszen ott az szerepel, hogy megtette az első jogi lépéseket Horváth Jácint, valamint a kanizsaújság.hu felelős szerkesztője Dóró János ellen, valamint hogy a posztok helyreigazítását és törlését is kérte. Feljelentést nem tud tenni, mert nem bűncselekményt követtünk el. Itt a polgári perrendtartás szerint indíthat ellenünk sajtóhelyreigazítási pert, onnantól kezdve majd a bíróságnak a dolga lesz eldönteni, hogy a jelenlegi hatályos jogrend szerint a bíró hogy ítéli meg, Cseresnyés Péternek van igaza, vagy nekünk van igazunk. Nyilván, hogyha most így kettőnket szembeálltanak egymással, akkor ő is azt mondja, hogy neki, én is azt mondom, hogy nekünk. Tehát innentől kezdve azért elég messze vannak az álláspontok, de én azt hiszem, hogy az a hívjuk gesztusnak, amit én felajánlottam, hogy a levelét változtatás nélkül közzétesszük, én azt gondolom, hogy ez elég kell, hogy legyen. Arról, hogy Cseresnyés Péter a hírt eredetileg leközlő Telex.hu-tól is kérte helyreigazítást, nem kaptunk információt.